Köszönöm szépen a bemutatást. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ugye szabad tegeződjünk továbbra is. Azt szoktam előző évekbe ajánlani. Látszani fogok, ha meddig mehetek? Eddig. Csak hogy fogják tőlem látni? Fogják látni. Igen? Jó. Pedig az asztal sarkáig. Jó, arra nem megyek. Jó. Szóval Böjtről, illetve salaktalanításról, a védekező képességünk javításáról lesz szó. Ugye a böjtölés az egyik olyan technika, ami nem kerül sokba, és biztos, hogy az ellenálló képességünket jelentősen tudjuk vele javítani, és kevesebb félelmet kell elszenvedjünk. Remélem, hogy akik otthonról nézik az egészet, azok nem azért vannak otthon, mert félnek, hanem mert van ez a komfort, hogy otthonról is lehet nézni, akkor azt választják. Szóval a témát úgy vezetném be, hogy figyelmetekbe ajánlanám azt az orvostudományi közleményt, amely a legnagyobb ilyen közlemény erről a témáról. Az az intézmény, ahol az én mesterem, böjtölésben is volt mesterem, ez a Lüssner professzor, ő volt hosszú ideig ennek az intézménynek Bódéni tó partján Böjt klinikának a vezetője. Most, aki a vezetője, ez a Wilhelmi de Toledo nevű kolléganő, és ő jegyzi leginkább ezt a cikket, ami nagy neves helyeken, PubMed-ben és máshol jelent meg. Közel 1500 pácienst vizsgáltak, és mértek különböző módszerekkel, és egy kicsit ez segít nekünk abba, hogy betekintsünk a böjtölésnek a tudományába, hogy mit is lehet azzal elérni, mi változik és mit segít. A böjtölés az egy tulajdonképpen az emberiség történetével egyidejű technika, amit nem mindig orvosi szempontból végeztek, hanem különböző más kulturális megfontolásokból, vallási megfontolásokból. És ezek a kezdeményezések, ezek ma is fönnállnak, hiszen tudjátok, hogy van keresztény böjt, böjti időszakok, van hinduknak különböző böjt időszakai, illetve vannak az úgynevezett ekadeszi napok, amikor az ember egy-egy napot böjtöl. Aztán van a ramadan, ahol napkeltétől napnyugtáig nem esznek. Mindegyiknek megvan a maga nagyszerű jelentősége, teljesen más alapokon esetleg, de mindegyik jó, mert egyfajta átalakítást végez, egyfajta változtatást az addig megszokott mindennapi tevékenységeinkben, és a változtatás az mindig előhív valami tényleges változást, esetleg egy gyógyuló folyamatot. Ez az 1500 beteg, ez önszántából végezte ezt a léböjtkúrát, az úgynevezett Buchinger-féle rendszernek megfelelően. Buchinger egy német orvos volt, ugyanennek a klinikának a
az első megalapítója, illetve főorvosa, és ő kidolgozta azt a módszert, ami nem null diéta, tehát nem egy olyan kegyetlen dolog, mint hogy csak vizet inni, azért az kemény, hogyha valaki már próbált, csak vizet inni hosszú időn keresztül. Én nem szoktam javasolni 3 napnál hosszabban a csak vízivásból álló lébőjtöt, mert az bizony egy kemény teher ténylegesen, és azt nem mindenki tudja megcsinálni. És vannak is veszélyei, tehát nem is mindenkinek szabad hosszabbat 3 napnál. De ez a böjt, ez a Buchinger-féle lébőjt, ez más. Ebben vannak tartalmi anyagok, van benne például frissen préselt lé, tehát ez a juice fasting, amit az angol nyelvterületen, angol száz nyelvterületen ismernek leginkább, hogy juice-ok, különböző típusú juice-okkal terápiás hatást elérni, és csak folyadékot inni, csak ezeket a juice-okat. De a Buchinger mást is tett bele. Van benne leves, van benne gyógytea, és van benne úgynevezett gabona nyák, vagy gabona pép, gabona tej. Tehát tulajdonképpen növényi folyadékok mindegyike, ami tartalmas, az benne van. És hát ennek van jelentősége, hogy mikor, melyikből mennyit használunk a lébőt kúránk alatt. Minden esetre a Buchinger lébőtben ezeket isszák. No, ebben a studiban, ebben a tanulmányban, amit ők végeztek, különböző típusú, hosszúságú lébőtölőket vizsgáltak. Volt, aki csak 1-2 napot, volt, aki hosszabbat. A leghosszabb az a 21 napos böjtkúra volt, és mindegyiket vizsgálták külön csoportosítva. Úgyhogy az eredmények is ennek megfelelően kerültek ismertetésre. Ugye az alapja ezeknek a salaktalanító lébőjtöknek az, hogy van valami felesleg a szervezetünkben. Ezt a felesleget mi salakanyagnak szoktuk nevezni. A konzervatív orvosok egy része az berzenkedik, hogyha ilyet hall, mert hát mi az, hogy salakanyag, az ilyen tudománytalan. Nem tudománytalan, mert nem nagyon lehet másként apostrofálni azokat az anyagokat, amiből túl sok van, vagy ami káros a szervezetünkre, és ami nem távozik el a szokvány mindennapi élettani működéseink mellett. Tehát ahhoz, hogy ezektől forszírozottan meg tudjunk szabadulni, arra való a lébőjtkúra. Ezek az anyagok, ezek terhelik a normális életműködéseinket, és lassítják azokat, blokkolják azokat, és így nehezebben mennek végbe. Tehát mondjuk az immunműködést, ha valami blokkolja, valamilyen anyagok vannak a szervezetünkben túlzott mennyiségben, akkor az bizony immungyengeséget okoz, és hajlamosabbak leszünk különböző fertőzésekre vagy gyulladásokra. Na tehát ebben a vizsgálatban dr. Wilhelmiék a következő dolgokat mérték. Ezzel tudok világítani, oké. Tehát ugye a vér alvadékonyságának a változását mérték például. Különböző maradékanyagokat, karbamid nitrogént, húgysavat, vérzsírokat, máj enzimeket, vércukort, annak a hemoglobin méréshez kötődő hosszú távú változatát is, aztán az alakos elemeket, mint a fehérvérsejteket, őssejteket a vérképzésre következtettek, de ilyen egyszerű fizikális dolgokat is, mint hogy vérnyomás, haskörfogat és súly. Tehát ezeket is nézték. Mindezen mérésekből az derült ki, ja, és akkor még a gyulladás faktorokat, amiről nem beszéltem. Tehát ugye süllyedést, CRP-t, és
Ezekből az derült ki, ezekből a mérésekből, itt láthatjátok a különböző csoportokban előtte-utána a mérési eredményeket, azoknak a szórását és a különbözőségét. Az derült ki, hogy mindenféle gyulladás faktornak az értéke csökkent. Hát még egyszer mondom, ez az orvosi irodalomban felelhető legnagyobb orvostudományi tanulmány a lébőtkúrákról. 1500 főt nagyon korrekten végig kísértek. Tehát az derült ki, hogy mindenféle gyulladás faktor javul. Ez azért tud javulni, mert a szervezetünk tele van úgynevezett nem specifikus gyulladásos közvetítő anyagokkal. Ezek leginkább kötőszövetben, zsírszövetben rakódnak le, és abban a pillanatban, hogyha ennek a szövetállománynak a mennyiségét csökkenteni tudjuk, akkor a gyulladás faktorok, ezek a közvetítő faktorok is csökkennek. Tehát például az interleukin 6, ami nagyon szorosan együtt mozog a CRP nevű labor értékkel, amit gyakrabban mérünk. Ezek a gyulladás faktorok, ezeket, hogyha mesterségesen, hogy úgy mondjam, a mai orvoslás gyógyszeres eszközeivel csökkentik, akkor a beteg javulását hozza létre. Na tehát ezentúl ugye ezek az anyagcsere termékek, mint vérzsírok, húgysav, különböző karbamid-nitrogén és hasonlók, ezek is változtak. De nem mind úgy, hogy lefelé mozgott. A húgysav például tipikusan a bőt alatt emelkedik. Ilyen szempontból ugye vigyázni kell a köszvényesekkel, mert a köszvényesnél, hogyha emelkedik a húgysav, természetesen ez egy átmeneti dolog. Ez a bőtölés kezdetén jelentősebb, majd később egyre csökken, és nem azt jelenti, hogy rossz irányba halad a szervezetnek az anyagcseréje, hanem éppen az, hogy tehermentesítődik, a fölösleges anyagoktól megszabadul. Jó. A máj enzimek is javultak, először az is egy kicsit emelkedik, majd pedig később csökken. Ugye ezek is különböző terheltségeket, gyulladásokat képesek mutatni. Ugye a GOT, GPT, gamma GT és az alkalikus foszfatáz, ezeket szoktuk leggyakrabban mérni, belgyógyászati gyakorlatban megítélni azt, hogy máj epeuti rendellenesség, esetleg veselrendellenesség van-e. Na tehát, ezekből arra lehet következtetni, hogy egy ilyen lébőtkúra segítségével a felesleget az ember tudja csökkenteni saját magán, vagy terápiásan az orvos a betegén. A felesleget lehet csökkenteni. Tehát szénhidrátokat, zsírokat, fehérjéket, nukleinsavakat például. Aztán vannak úgynevezett salakanyagok, amire a mai orvoslás már kevésbé figyel, de ezek is nagyon fontosak. Tehát például ilyen lebomblási végtermékek, mint széndioxid, hidrogén, metán, nitrogén, kénhidrogén, tejsav, acetilsav, vajsav, húgysav, ammónia, indolsz, katol, merkaptán, baktériumtoxinok, nehézfémek, műanyagok, szilikon, gyulladáskeltő immunanyagok, pH-szabályzók, akár maga a hidrogénion. Ugye ezek fölöslegben lehetnek a szervezetünkben, és ezeket is a lébőtkúra segítségével ki tudjuk választani nagyobb mennyiségben. Ezt lehet mérni a vizeletben például. Ugye tudjuk, hogy a cukorbetegnek, illetve a bőtölőnek, illetve a ketózisban lévőnek az úgynevezett ketontestei, azok nagy mennyiségben képződnek és kiválasztódnak. Majd erről is mindjárt beszélni fogok. Tehát milyen okból képződnek ezek a felesleges anyagok? Részben az emésztőrendszerben, azért, mert nem megfelelően táplálkozunk, nem jófajta anyagokat eszünk. Aztán az emésztőrendszerben lévő
baktériumflóra miatt, mert a baktériumok egy nagy társadalmat képeznek ott a bélben, óriási mennyiségben vannak jelen, több kilogrammnyi baktérium van. Ezek állandóan végzik az anyagcseréjüket, mondhatnám, hogy kipufognak valamit magukból, és ha nem megfelelő ez a baktérium összetétel, akkor rossz fajta anyagokat pufognak ki magukból. És így aztán ezek az anyagok pedig ugye felszívódnak, különböző hatásokat fejtenek ki. Hogy sajtszoljuk, hogy mondjuk a baktériumok mennyire nagy jelentőséggel bírnak a mi saját sejtjeink által képzett anyagokhoz képest? Tehát, hogy ők mennyi olyan anyagot termelnek arányában a mi saját anyagainkhoz képest? Van erről valakinek valami elképzelése? Igen? Valószínűleg 100-szor annyi baktérium, mint a sejtjeink és a szervezet összes sejtjeink. Ez azt jelenti, hogy képen sejtben, mert előre több van, tehát akkor ők igen, hát valóban több jó anyagot termelnek, számunkra fontos anyagot. Például az emésztő nedveket, hogyha nézzük, akkor lehet azt tudni, hogy van 20-féle emésztő enzimünk, amit a saját sejtjeink képeznek, és van 200-féle, amit emésztő enzim, amit mi használunk, amit a baktériumaink képeznek. Tehát 10-szer annyi emésztő nedv van a baktériumok által képezve. Sajnos erre nagyon kicsi ráhatásunk van úgy direktbe, közvetlenül, rögtön. Erre szoktam én azt mondani itt a Naradán, mert sok helyen nem lehet elmondani, de itt elmondom, hogy a baktériumaink valójában a karma megtestesülései, mert olyan egyedi, annyira egyéni, annyira sokrétű, és annyira függ a gondolkodásunktól és az egész életvitelünktől, mindattól, hogy hogyan reagálunk a világra, milyen a kapcsolatrendszerünk, milyen vágyaink vannak, miket szeretünk enni, miket nem, hogyan eszünk, és így tovább. Ezek mind nagyon jelentősen befolyásolják a baktériumainknak az összetételét, és ez viszont kihat arra, hogy mi lesz belőlünk. Szóval, hogy milyen betegségek alakulnak ki, mikor tudunk meggyógyulni, mikor nem. Tehát a baktérium flóra az rendkívül fontos ilyen szempontból. Tehát ott tartottunk, hogy ezek az emésztő rendszerben képződő salakanyagok, aztán vannak olyanok, amelyek az anyagcserében, élettani folyamatokban, ugye már az előbb elmondtam, hogy vannak ilyen maradványanyagok, koleszterin, akkor van ez a ketontestek, ugye. Egyébként ez a ketózis dolog, ez biztos ismerős sokaknak, nagyon nyomják és népszerű ez a ketogén diéta, aminek az a lényege, hogy nem adnak elegendő szénhidrátot az illetőnek, és a szénhidrát hiányában, a májban elkezdi a szervezet zsírokból képezni az energiaszolgáltató, hát nem feltétlenül csak a cukrot, hanem inkább ezeket a ketontesteket, és ezek mennek aztán és energiát szolgáltatnak a különböző szövetekbe, tehát például az agyba és a szerveknek a szöveteibe. No, tehát arra próbálják serkenteni a szervezetet ebbe a ketogén diétában, hogy ne a cukor álljon rendelkezésre, hanem elvegye a zsírokat. Egy kicsit ilyen féllábas a dolog, mert ennek elérése érdekében viszont teletömik magukat zsírral. Tehát kétségtelenül bontja a szervezet zsírraktárát is, de értelmetlen, hogyha az ember beviszi azt a rengeteg zsírt, mert annak azért van káros hatása is, és ezt így a betegeimen látom is, mert sokszor jönnek olyanok, akik hetet havat már megjártak, mondjuk a ketogén diétáknak a rejtelmeibe már nagyon beleásták magukat, és ilyen vörös a fejük, és
csak vérnyomást kell mérni, és kiugrik a vérnyomásmérőnek a mutatója, mert egyszerűen vagy nem jól csinálják, vagy nem alkalmas ez a dolog arra, hogy hosszú távon az ember életformájává váljon. Egyébként szerintem úgy egyáltalán a világrendjében nem illeszkedik bele ez a ketogén diét a dolog, mert nem képzelhető el az, hogy a világ minden embere ketogén étrend szerint éljen, hiszen nem tud annyi jó minőségű húst termelni, hogy az megfeleljen ennek a diétának. Egy nagyon nagy pocsékolás a világban, hogyha húst termelünk földeken, növényeket állatoknak, állatokat fölnevelik, és azokat lemészárolják, és aztán azt akarja megenni az ember. Tehát ez egy olyan mértékű energia és gazdaság pocsékolás, hogy ez már csak ebből a szempontból sem stimmel szerintem, hogyha az ember tudatosan él és gondolkodik. Hát a böjtkúra viszont az egy ketogén diéta. És ez egy jó verziója ennek az eszmefuttatásnak. Az azért ketogén, mert itt sem viszünk be szénhidrátot. Csak itt nem csak szénhidrátot nem viszünk be, hanem nem viszünk be zsírokat se, meg nem viszünk be fehérjét sem, hanem a szervezetet egyszerűen rákényszerítjük, hogy a saját zsíradékát kezdje el lebontani. Fehérjét is elkezdi, aztán azt abba hagyja. Vagy legalábbis nagyon lecsökkenti, de a zsírokat azokat bontja nagyon erőteljesen. És ebben is megvan ugyanaz a küzdés, mint amiről ugye a ketogén diétát elkezdők beszámolnak, hogy az első néhány nap után nagyon kemény, mert az ember állati nagy függőségben van a cukroktól. És hogyha abba hagyja a cukroknak a fogyasztását, akkor bizony meg kell szenvedni azt a néhány napot, amíg átáll a szervezet egy másik fajta energiahasznosulásra. No, tehát az anyagcsere a következő, bocsánat, még nem ezt akartam. Ugye az anyagcsere, hogy ott keretkeznek bizonyos anyagok, például koleszterin, zsírok és hasonlók, és ezek halmozódnak, ezeket is ki kell választani. Tudjuk, hogy a koleszterin is olyan, amit nem csak kívülről viszünk be, hanem a belső képződése is van. Aztán vannak az acidózis kompenzálására keletkező sók, amelyek szintén salakanyagok. Na, ezek úgy keletkeznek, hogy a szervezetünkben a felesleges anyagok, például az anyagcseréből vagy a baktériumoktól, nagyon gyakran savas jellegű anyagok. Tehát az előbb is elmondtam ott, hogy tejsav, acetilsav és hasonlók, ilyen szerves savak keletkeznek, és ezt a szervezet, hogy a pH-t ne befolyásolja, próbálja sókká alakítani. Ezt tanultuk ugye kémiából, hogy lesz só belőle, úgyhogy fém ionokat köt meg, és a fém ionokkal sót képez. Így lesz már vegyhatás nélküli anyag, amit ki tud utána valahogy választani, vagy lerak valahol. Na, hát ilyen fémionokat honnan vesz? Például el lehet venni a csontból, ahol nagyon sok kálciumion van. És akkor lehet vele csinálni csontritkulást, mert ez az eredménye. Nem attól lesz csontritkulásunk, hogy nem eszünk elég tejterméket, ez ugye a fake news, a mai divatos szóval, hogy nem eszek elég tejterméket, és akkor csontritkulásom lesz, hanem attól lesz csontritkulás, hogy nem egészségesen, nem növényi módon táplálkozunk, hanem mindenféle manipulált dolgokat, ami savasanyagokat termel, és a savasanyagok pedig megkötik a csontnak a kálcium tartalmát. Aztán kívülről bekerülő toxikus kémiai és felesleges anyagok, ezek is olyanok, amik terhelik a szervezetünket. Hát ugye ennek se szeri, se száma, erről egész könyvek vannak, hogy milyen E-számokkal terheljük magunkat, ugye E-számokkal jelölt kémiai anyagokkal. Persze azok egy része természetes anyag, de nagyon sok közöttük olyan, ami csak az élelmiszeripar profit érdekét szolgálja, és nem a mi egészségünk érdekét. Vagy ugye a környezet szennyező anyagok, a kipufogó gázoktól, a úszómedence
tisztító anyagaig, vagy a vízbe kevert klórig, vagy hasonlók, nagyon sok mindennel terheljük a környezetet, és ezek ugye nagy része be is kerül a szervezetünkbe. Hát aztán most már se szeri, se száma a nanóanyagoknak is. A nanóanyagok azok következő nagy problémakör. Na, aztán ugye egy röviden összefoglalnám, hogy a Ayurvéda mit mond ugye ezekről a salakanyagokról, mert ezek teljesen összecsengenek. Az Ayurvéda nem a műszeres orvoslás vizsgáló módszereivel írta le ezeket az anyagokat, hanem maga egyszerű, közérthető fogalmaival, de teljesen stimmel, ha csak azt követjük, akkor is ugyanarra a következtetésre jutunk. Tehát a meg nem emésztett, a fel nem dolgozott, valami hiba aránytalanság miatt keletkező és kívülről méreganyagként bekerülő anyagokat nevezi az Ayurvéda salakanyagnak, vagyis ámának. Áma. Hát ilyeneket sorol fel, hogy olyan élelmiszerek, amelyek nem illenek egymáshoz. Nehezen rosszul emészthető élelmiszerek. Tehát mondjuk túl sok száraz étel, vagy konzervált étel, vagy hideg rizs, ami megfőtt valamikor és friss volt, és akkor jól lehetett volna emészteni, de betettük a hűtőbe, kivettük, és úgy akarjuk megenni. Szóval ezek már nehezebb feladatot jelentenek az emésztőrendszernek, aztán a túl sok evés, az étel, melyet nagyon nem kívánunk, ugye annak is fontos szerepe van, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit nem. Tehát amit az ember úgy helyből elutasít, annak azért sokszor van alapja. Különösen gyerekeknél, felnőttnél már sajnos az ízlés sok mindent elront. Az étel, amely nagy puffadást okoz, a túl sok nyers étel, különösen az ilyen vékony embereknek, amit ugye vátatípusnak nevezünk. Az élelmiszer, amely a gyomor-béltraktust irritálja, gyulladást kelt, tehát ugye vannak ilyen konzervált élelmiszerek, vagy a kóla, vagy a nem tudom, ami savas anyagokat tartalmaz, vagy a kávé, ezek sokszor terhelik az emésztőrendszer nyálkahártyáját, gyulladásokat tudnak ott kelteni, savasságuk folytán, és ilyen módon ámát termelnek. Nagyon hideg étel és a nagyon hideg ital, a nem tiszta, fertőzött étel, a száraz, dehidrált étel, tehát az, amit túl sok az ilyen, ez az egyetemista csemege, ugye, ez a mogyoró, mandula, mazsola, egy-két dolog még így beledarabolva. Ebből túl sokat nem jó enni, mert az elvonja a folyadékot a szervezetből, ahhoz, hogy megfelelően feldolgozható állapotba kerüljön. Az az étel se jó viszont, amit túl sokáig áztatnak. Az meg úgy, abból meg elmegy minden. Tehát kiázik belőle az élet. Az intenzív érzelmek, a stressz, a túl nagy és nem jól kezelt stressz nyilván, túl sok bőjt, tehát aki azt túlzásba viszi, a manapság azért inkább a fordítottja a probléma. A rendszertelen étkezések, aztán az ételintoleranciák és allergiák, tehát ugye látjuk, hogy azért 5000 évvel ezelőtt is valamit értettek már a táplálkozáshoz, hogy ilyeneket felsoroltak. Pancsakarma mellékhatásai, tehát ez a tisztító eljárásoknak is vannak mellékhatásai, akkor a felgyógyulás, a betegségek utáni felgyógyuláskor is keletkezhetnek salakanyagok, mert még nem elég erős a szervezet, hogy mindent jól megemészem. A lakhelyváltozások, tehát a túl nagy változás az életünkben, a klímaváltozások, évszakváltozások, elnyomott testi késztetések, ezt sokszor említi az Ayurvéda, tehát hogyha az ember nem megfelelő ritmusban enged teret a különböző késztetéseinek, böfögés, székletürítés, vizeletürítés, különböző
viszketések és hasonlók, hogyha ezeket az ember nem kezeli megfelelő ritmusban, akkor az bajt tud okozni. A szél kiengedése, ugye ez is probléma. Hát nyilván a társasági életünk túlzottsága az nagyon beszabályozza ezeket, és ez bajhoz vezet. Klasszikus álmatünetek a mozgásszervi merevség, a nehezítettségérzés, a fáradtság, energiahiány, a rossz általános közérzet, a nyomottság, levertség, étvágytalanság, az emésztési zavarok. Ugye én a praxisomban elég sokat foglalkozom a hasi panaszokkal. Hát az egyik első megjelenése az álmának, a salakanyagnak az, hogy a hasi folyamatok nincsenek rendben. Puffad, hasi görcsök vannak, nincs minden nap széklet, túl lágy a széklet, túl sok van belőle, különböző fura hasformák alakulnak ki, és ilyenek. Na. Aztán renyhesség és pangás az emésztőrendszerbe, felfúvódás, süllyedő, a vízen nem fennmaradó széklet, székletzavarok. Vastag nyelvlepedék, ragadós köpet, renyhe tompa gyenge, gyenge pulzus, nem nyegle, rossz testszag, tompa szellem és érzékek. Szóval nagyon szemléletesen leírta az ajurvéda azt, amit ma sokkal egyszerűbben fogalmaz a házi orvos vagy a sürgősségi ügyeleten az orvos, amikor oda valaki bekerül ilyesmikkel. És nem talál természetesen semmit, és nem is von le belőle semmi következtetés, menjen haza és gyógyítsa meg magát körülbelül. Ugye miket látunk, csak ezt az egy képet tettem ide föl, ez az én mikroszkópos felvételeimből. Ugye látunk a vérben ilyen láthatólag ilyen porcszilárságú különböző képleteket, aminek nyilván nem kéne ott lennie, mert a vérkeringésben egy ilyennek nem kell ott lennie. Egyetemen ilyet nem tanultunk, hogy láthatjuk, hogy az a vérsejthez képest jelentős nagyságú is ráadásul. Tudjuk azt, hogy egy vérsejt az olyan nagy, hogy össze kell lapulnia, hogy a kapillárisokon átmenjen. Ugye most ez sehogy nem fog átmenni, tehát ahova ez befut, akkor az ott annyi, ott nincs tovább keringés. Aztán látunk ilyen különböző amorf masszákat, ilyen törmelékeket, ilyen nagyobb szemétdombokat. Szóval ezek benne vannak a vérben. És nyilvánvalóan az a jó, hogyha az ember ezeket csökkenti, ezeknek a mennyiségét. De hozhattunk volna olyan fotókat, hogy valaki tele van pattanással, jó, nem feltétlenül az arcmasztól, hogyha még nem használt elég sokat, akkor nem csak ott, hanem máshol is lehet. A pattanások azok például típusosan ilyen salakanyag, bélflóra zavar és hasonlók miatt kialakuló dolgok. Vagy a bőrnek az állapotváltozásai nem feltétlenül az, ami már bőrgyógyászt igényel. Vagy a hasformának a változásai, a pocakosodás, ami nem feltétlenül csak a túlsúly miatt van, hanem a bél változásai miatt. A bélben lévő nem megfelelő baktériumflóra okoz olyat, hogy a pocaknak a formája változik. Miért is halmozódnak ezek az anyagok, ezek a salakanyagok? Hát azért, mert vannak megszokásaink, hibás életmódunk, hibás életszemléletünk. Különböző dolgokat gyakorlunk, ami nyilvánvalóan nem kellene. Aztán persze vannak adottságaink, karmánk, sorsunk, amit nem tudunk elkerülni. De azért azt tudni kell, hogy a gének, ma már tudjuk, korán sem olyan sok mindent határoznak meg, mint amit régebben gondoltunk. Ugye ez az epigenetika, hogyha erről hallottatok, akkor tudjátok, hogy ez nagyon sok dolgot módosíthatóvá tesz. Ez azt mondja, hogy bár a gén ott van, bár hogyha dolgozna rendesen, akkor valószínűleg, hogy rosszul is járnánk miatta, de mégsem, mert
az életmód más géneket aktívabbá tesz, és akkor nem fejlődik ki az a betegség, vagy nem olyan formába fejlődik ki, sokkal tolerálhatóbban jelenik meg, és így tovább. Tehát ez az epigenetika, ez azt mondja, hogy bár van gén, mégis befolyásolható az életmódunkkal, gondolkodásunkkal a kialakult helyzet. Motiváció, amit az ember intuíciónak is nevezhet, vagy ráérzésnek, vagy különböző dolgoknak, az, hogy ti itt vagytok most, és nem valami más helyen, nem nézitek éppen az operatív törzsnek a adott beszámolóját, hanem eljöttetek ide. Ez biztos, hogy valamiféle gondviseléstől származó támogatás, hogy hallhassatok valami másról is, pozitívabbról is. És hát a sodródás, a tudatosság elvesztése, hogy az ember, ha nem tud minden pillanatban a helyzet ura lenni, vagy az idejének a nagyobb részében nem tud a helyzet ura lenni, hanem folyton valami sodorja valamilyen irányba, az nyilvánvalóan nem jó. Egyébként megjegyzem, hogy ez, ami most itt a világunkban történik, ez egy tipikusan ilyen történés, hogy az ember felébredjen, feleszméljen, hogy igenis saját maga kell a dolgokat kezébe vegye, kell tudjon nemet mondani, kell tudjon megállni, kell tudjon saját maga egy értékelést adni, és fel kell ismerje, hogy nem biztos, hogy a tömeggel kell mindig mennie. Na, az anyagcserénk sajátosságai. A bőjtnek vannak különböző fázisai. Ezt már az előbb elmondtam nektek, hogy több hétig tartó bőjtkúrák vannak, hiszen például ebbe a bódantói intézetbe 3 hetes volt a leghosszabb, amit értékeltek. Nálunk a 3 hét az az alap általában, és sokszor előfordul a 6 hetes, igaz? De nagyon jól néz ki, nem? Szóval 3-6 hétig, ez a leggyakoribb. Nyilván akinek nincsen elegendő testsúlytartalék ahhoz, hogy 3 hétig is akár böjtölni tudjon, annak rövidebbeket csinálunk. Ezek a kivételek. Hát van olyan is, aki bejön, hogy ő sokat akar böjtölni, mondjuk a Juditot azt biztos nem engedném 3 napnál tovább böjtölni, ha rajta múlna, de hát ő szokott. Szóval ezek a hosszabb böjtök, ezek jól feloszthatók fázisokra. Van a kezdeti fázis, aztán van a kevert szakasz, és így tovább, megyünk tovább mindjárt. Tehát az első szakasz, ez az első 24 óra, az úgynevezett glikogén fázis, amikor elindul a cukor lebontása, a meglévő cukornak a lebontása. Általában egy napra való cukormennyiség van a szervezetünkben erre-arra. Na, nem beépülve még raktárakban, hanem úgy egyáltalán az anyagcserénkben. És akkor ennek a felhasználása megindul. Hát ugye az első egy napban még nincsenek ilyen formában nagy eredmények. Akkor a kevert szakasz. Itt már a zsír mobilizálása elindul, és cukrot azt elkezd termelni a szervezetünk zsírból, például meg fehérjéből. Tehát a 75% és 25% ez az arány. Elindul a gyors fehérje lebontás, ami nem tart sokáig, röviden elintézi a szervezet, és utána már a takarékosabb szakaszra fog átállni, ez a fehérje takarékos szakasz. Eleinte 75-100 g fehérje bomlik le naponta, ebből 300 kalória energiát termel, majd 15 g-ra lecsökken ez a fehérje bontás, és a legnagyobb energiát már a zsírból termeli a szervezetünk. Tehát az a cél a lébőjt alatt,
hogy semmi módon ne legyen túl sok a cukrozott, mézezett, cukortartalmú, sűrűbb folyadék, mert akkor nem fogunk átállni soha erre a fázisra. Most ugye mindenféle anyagcsere folyamatok vannak, illetve szerte szét vannak olyan anyagok a szervezetünkben, ami le tud épülni a bőjt során. Tehát ugye a szénhidrátok, fehérjék képesek zsírrá alakulni. A szénhidrátok májban, izmokban egy napra elegendő mennyiségben vannak, ezt az előbb mondtam. Gyorsan lebontható aminósav készletünk van, 45 g-nyi. Fehérje raktárak az alaprendszerben. Ez az alaprendszer, ez a struktúra, ez a proteoglikán bázas szerv közötti, sejt közötti struktúra, amiben fehérjék, szénhidrátok vázára, víz rakódik rá, és ez a tér, amit így kitölt egy ilyen struktúra, ez a tér, ez még mindig rengeteg üres helyen rendelkezik. Tudjátok, ez olyan, mint amikor van az a videó, valaki mutatta, hogy van egy teli üveg, tele kavicssal, és akkor na mi van, tele van? Igen, tele van, és akkor önt bele, mit tudom én, mákot. És akkor még az is belemegy, és aztán még valami kisebbet, és akkor az is belemegy, egész nagy mennyiség, mert a közte lévő tereket még mindig ki tudja tölteni, és a végén beleönt vizet, és még abból is rengeteg belemegy. És tehát ez ilyen, hogy a tér is ki van töltve ilyen struktúrával, de oda nagyon sok salakanyagot még le tud rakni a szervezetünk, és ezek viszont rontják azon keresztül menő transportot például. Nagyobb tereket elfoglalnak. Tehát ezeket kell kipucolni, amikor a salaktalanítás elindul. Kapillárisok bazál membránjában található fehérjéked, bőrben, izmokban, erek kötőszöveti rétegeiben lévő glukózaminoglikánok, proteoglikánok, galaktózaminoglikánok. Tehát olyan fehérje, szénhidrát, cukor, kombinációjú nagy fehérje nagy kombinált szerves molekulák, amelyek részben strukturálisak, részben pedig felesleges anyagok tárhelyei. Aztán az anyagcsere során a tápanyagok a kapilláris kötőszövet útvonalon haladnak át, amiből túl sok van, az valahol úton fennakad, felhalmozódik. Tehát a sok anyagot azt ide a kötőszövet állományba, valamint a zsírszövetbe rakja le a szervezetünk. A zsírok, artériák, arteriolák falán. Tegnap volt valaki nálam, és akkor mondta, hogy tegnap előtt, hogy ilyen meglepetésszerű, 40 év körüli, vagy még az alatti, és hogy a nagy aortái, nagy artériáin az ultrahang vizsgálatnál írták, hogy súlyos, nagy mennyiségű méz felrakódás van. Hogy ez miért van, mert hát ő nem gondolta volna, hogy ő ilyen egészségtelen életet élne. Hát az az igazság, hogy egyikünknek itt szakad a madzag, másikunknak ott szakad. Minden esetre a feleslegbe beviszünk dolgokat, ha van súlyfeleslegünk, ha több szénhidrátot eszünk, mint ami kellene, több zsírodékot eszünk, akkor az bizony lerakódik, és van akinek a kötőszövetbe, van akinek az érfalába rakódik le, és ezt nem feltétlenül veszi észre, csak amikor már elég súlyos a helyzet. Úgyhogy ezek a érben lerakódó mézplakkok, ezek sajnos egész korán, akár 10 vagy 20 éves korban elkezdődnek kialakulni. Glikoproteinek a kötőszöveti alaprendszerben, öregségi pigmentek, szóval ezek vannak, amik így mobilizálhatók is. Tehát például az érfal messzesedése is tud csökkenni a bőtkúra során. Aztán, ugye erről beszéltem, a ketózis, lipolízis, ketogén diét a bőjt. Ugye a szénhidrát mennyisége lecsökken, fehérje mennyisége lecsökken, és a ketogén diétában ugye a zsír mennyiségét
megnövelik, mi pedig a bőjtben azt is lecsökkentjük. És akkor így, ugye ezek a gamma-aminovajsav, acetecetsav és az aceton, ezek, nem, bocsánat, beta-hidroxivajsav, ez a harmadik keto molekula, és akkor ez a kötőszöveti mátrixból és az érfal endotéliéből mobilizálódhat. Aztán a proteoglikolízis, tehát ez volt ugye a zsíranyag lebontás, ez meg a fehérje és a szénhidrát lebontás, elsősorban a kötőszövetből mind a kettő, és például ezek a proteoglikánok is ide tartoznak, a glikolízis során tudnak leépülni. Tehát mi a következmény? Csökkennek a vérzsírok, tehát az érelmeszesedés, csökken a vércukor, így az inzulin igény is csökken, inzulin. Ugye tudjuk, hogy mostanában már divatos mérni az inzulin terheltséget is, hogy cukorterheléssel milyen mértékben reagál az inzulin, milyen mértékben változik az inzulin termelés, és akkor szokták mondani, ugye, hogyha nem reagál megfelelően, hogy inzulin rezisztenciája van. Ez azt jelenti, hogy elkezd termelődni, de nem reagál megfelelően az izom az inzulinra, és a termelődés nem marad alább, amikor a cukornak már híre-hangva sincs. Na most az inzulin igény viszont a vércukor csökkenésével radikálisan szintén csökken, és így az inzulin egy jobb szabályzás alá fog kerülni. Kötőszöveti betegségek javulnak, sejtszintű anyagcsere folyamatok optimalizálódnak, ugye vízhajtóként működik a bőjt, mert eltávozik a só, és ezzel együtt eltávozik a víz. Ezért nagyon szoktak örülni a kezdő bőjtölők, hogy az első 3 napban már 2-3 kiló lement. Igen, az a víz volt. Elment a víz, majd mikor befejeztem a bőjtöt, és újra elkezdek sót enni, akkor visszajön a víz. Akkor meg lelombozódik az illető. Ödémák kiürülnek, vérnyomás csökken, vagy akár normalizálódik. Ugye a vérnyomásnak is sokféle oka van, tehát nem feltétlenül mindig az ok, hogy mondjuk nagyon sok a koleszterin, vagy nagyon sok a vérzsíradék. Vannak pszichoszomatikus okok is, ezeket nehezebben lehet befolyásolni nyilván bőtkúrával. Na tehát, hogy tud az egész hatni? Hát, hogy valami kihívás, valami változás, valami sok, valami meglepő dolog kell történjen a szervezetünkkel, és ez a bőjt. Áthangolunk, újra tervezünk, mozgósítunk. Tehát csinálok valami olyat, amit a szervezet nem ismert eddig, valami teljesen mást, ami kíméli az anyagcserének ezt a zsír, fehérje, szénhidrát vonalát, és hirtelen elkezd kapkodni, hogy valami mást alakítson ki. És akkor visszajönnek a jó modellek a szervezetünk szabályzásában. Aztán van ugye a felépítési szakasz. Felépítő étrend, ez legalább 4 napig tart. Úgy szoktuk mondani, hogy a bőjt idejének az 1/3-áig. A fő energiaforrás a cukor és az endogén zsírok, még ilyenkor is. Az izomzat azonnal képes átállni a zsírégetésre, zsírsavakból, ketonból mendít energiát. Tehát a keton testek, azok a bőjt alatt nagyon szépen biztosítják a agynak és a szöveteknek az energiaigényét. Milyen hatásmechanizmusai vannak a bőjtnek? A vegetatívumot például áthangolja úgy, hogy nő a vagotónus, ugye a nervus vagusnak a tónusa. Ez tulajdonképpen egy élettani bétablokkoló. Ugye sokan vannak, akik bétablokkolót szednek.
biztos vannak itt a teremben is, akik béta blokkolót szednek. Ugye azt két dolog miatt szoktuk írni, egyrészt a vérnyomás csökkentésére, másrészt pedig egy ilyen megnyugtatásra, vagy a szívritmusnak a csökkentésére. Na most a bőjt az ilyen béta blokkolóként működik. Összehangoltabb lesz a pszichovegetatívum, funkcionális szív, gasztrointesztinális panaszok mérséklődnek, tehát az emésztőrendszeri panaszok, alvás kiegyensúlyozottabb lesz, jobb lesz a hőháztartás. Ugye nagyon sokan panaszkodnak mindig, hogy mindig hidegek a végtagjaik, vagy nagyon fázékonyak, vagy mindig izzadnak. Ugye ez azt jelenti, hogy a vegetatívum kezd kimerülni. Tehát annyira terheli már ez a sok salakanyag a vegetatív idegrendszerét, hogy nem tud megfelelően reagálni a mindennapi kihívásokra. Na, ilyenkor egy bőjt az életmentő, mert az egyszerűen visszarázza a vegetatív idegrendszer szabályzását. Gyulladás csökkentő. Javul az immunrendszer aktivitása, kirülnek a gyulladást kiváltó metabolitok, és hát a mikroorganizmusok is átalakulnak. Egy vagy két napos bőjt már teljesen átalakítja a bélflóránkat. Rengeteg baktérium elpusztul, és teret nyernek azok, amelyek jobb fajták, és azok elkezdenek szaporodni. Tehát egy pár napos bőjtel teljesen leradírozza az ember a rossz fajta flóráját. Mi történik még? Van salaktalanító hatás, ugye a felesleges zsírok, szénhidrátok, fehérjék kiürülnek, hibás anyagcsere metabolitok kiürülnek, kóros vegyi anyagok, nehézfémek, allergének kiürülnek, savbázis egyensúly optimalizálódik, húgysav szint, keton koncentráció bőjt alatt megnő, ezért a közfényeseknél ugye figyelni kell, esetleg gyógyszert kell nekik adni. Emésztő folyamatok javulnak, a nyálkahártya letisztul, emésztő nettermelés javul. Ugye az emésztő rendszeri panaszoknak az egyik jelentős hányada az az, amikor már kimerül az emésztő rendszer. Tehát már nem tud eléggé emészteni, mert nincs elég emésztő nedv, nem működnek a mirigyek megfelelően. Ugye a tipikus példa a hasnyálmirigy, vagy az epe, hogy nem ürül annyi az emésztő csatornába, ami ezeket a élelmi anyagokat megfelelően tudná emészteni, és attól, hogy nem ürül rendesen, és nem emésztődik, attól keletkeznek megint csak salakanyagok. Ami szintén felszívódik ám azért, szóval nem csak a jól megemésztett alapanyagok kerülnek be, hogy aminósavak, hanem ilyen fehérje darabok, és akkor arra már reagál az immunrendszer, vagy nagyobb szénhidrát molekulák, vagy zsírok, ugye, glicerin, és így tovább. Tehát nem bomlik le teljesen az alapanyag akkora, hanem kicsit nagyobb részecskék megmaradnak. Ehhez hozzájárul még az is, hogy az emberek egy jelentős részénél van ez az úgynevezett áteresztő bélszindróma, vagyis hogy a lyukak megnőnek, meg tartósabbakká válnak. Nem csukódik be a rés, ahol bejut, hanem nyitva marad, és akkor ott bevándorol mindenféle a vérünkbe. Hát ebből is aztán sok probléma származik. A bőr letisztul, ekcémák, pszoriázisok, aknék csökkennek. Na, nem az első napokban általában inkább kicsit rosszabbodni szokott a helyzet, mert ugye a salakanyagok megmozdulnak a szövetekből, kikerülnek a vérbe, és ezek néha rontják az állapotot. Hormonális diszfunkciók csökkennek, megszűnik a sterilitás néha, hát ugye sokan jártak már úgy, hogy addig nem sikerült a lombik programra sem, meg semmi, aztán egyszer csak bőtkora után összejöttek a dolgok, és született egy baba. Tehát ezek a dolgok, ezek nagyon összefüggnek egymással. Javul ugye a spermium képződés, egészségesebbek lesznek a petesejtek, illetve a vándorlás, mert ugye maga a túba, amin keresztül vándorol a petesejt, az is nyálkahártya, és az is reagál a szervezetben lévő folyamatokra. Tehát, hogyha minden nyálkahártya megduzzad, mert van egy rossz anyagcsere, rossz salakanyag szint, akkor ez sajnos befolyásolja ezeket a területeket is.
milyen javallatai vannak. Mindig újra és újra, ha van tartalék, akkor jó, ha böjtölünk. Ez az első javallat. Szóval böjtöljön mindenki. Az a jó, ha böjtölünk. Megtanuljuk ezt a technikát, mert ez mindenkinek segít. Ez magának is segít. Csak egy napnál többet ne böjtöljön, vagy maximum kettőt. De ez a tartalék, ez egy nagyon fontos jelző, tehát a testsúlyunk mértéke. Mondhatnánk, hogy kicsit szerencsésebbek azok, akiknek van túlsúlyuk, más oldalról nem, de mondjuk böjtkúrát biztos, hogy hosszabbat tud az, akinek van tartaléka. És ez egy nagyon jó salaktalanító eljárás. No, azért, aki vékony, annak is vannak más lehetőségek. Bőrön keresztül is lehet, ugye izzasztókúrákat lehet csinálni. Meg lehet intenzívebbé tenni ezt az emésztőrendszeri kiválasztást, és ott van az ajurvédának a pancsakarmája, ami nem függ a súlytól. Na tehát, ez az első megjegyzésem, hogy mindenki böjtöljön, amikor csak lehet. Krónikus gyulladásoknál föltétlenül böjtölni kell. Tehát a gyulladás, ha egyáltalán gyulladás van, az azt jelenti, hogy biztos, hogy tele vagyok gyulladás képzős alakanyagokkal. Ezek ilyen közvetítő anyagok, ilyen rossz anyagcseretermékek, irritálják az immunrendszert, meg kell tőle szabadulni. Megelőzésként például, na, minél meglepő, vírusos fertőzések esetén. Tehát, hogyha az ember jól felkészült akar lenni erre a rettenetes koronavírusra, akkor jó, hogyha sokat böjtöl, és ezzel pallérozza a szervezetét, az immunrendszerét. És hát a jobb közérzet érdekében is érdemes, mert az egy nagyon jellegzetes panasz tünet, amikor bejönnek hozzám, és azt mondja, hogy nem is tudom igazából, hogy mi bajom van, de hogy nagyon rosszul érzem magam a bőrömben. És akkor megcsinál egy ilyen böjtkúrát, akármilyen hosszúságút, amit előírok neki, és utána ez a felszabadult vidámság, hogy na végre újra azt érzem, amit régen, mert hogy újra jól érzem magam a bőrömben. Tehát ez a közérzet javulás, ami a böjt után megfigyelhető, ez önmagában egy fontos indikációja az egésznek. Na de azért nézzük meg részletesebben is, hogy mi mindenhez kapcsolódik. Ugye vannak az anyagcserebetegségek, hát itt a vérzsír, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a köszvény, ezek nyilván az alapok. Aztán az emésztőszervi betegségek, ahol a krónikus székrekedés, a különböző vastagbélgyulladások, vékonybélgyulladások, hasmenések, gyomorhurutok és a hasnyálmirigy gyulladás. Ezek a legfontosabb jellegzetességek, vagy panaszok, problémák, betegségek, aminél érdemes. Aztán vannak a hepatopátiák, tehát a májkóros zavarai, tehát a steatózis hepatis, tehát ez a pangásos, zsír lerakódásos máj, amiről elég gyakran szoktak manapság hírt adni, mert ez egy fontos, amit lát az ultrahang diagnoszta, még ha nem is orvos, azt oda szokta írni, hogy steatózis hepatis, tehát a hasi ultrahang után. Igen, ez egy elég hamar kialakuló és jól diagnosztizálható jele a szervezet tönkremenésének. Tehát azt, amit én látok a vércsepp analíziskor, annak megfelelő dolgot láthat az ultrahang diagnoszta, hogyha májat nézegeti, mert a májnak a szerkezete elég hamar elkezd torzulni. A epe betegségek, kolangiopátiák, tehát epe működési zavarok, epe kövesség, epe gyulladás, epe hólyag gyulladások, aztán a különböző túlterheltségek, alkoholtól, cigarettától, kávétól, gyógyszerek után, hogy egy kicsit ellazítsuk, vagy megszabadítsuk, felszabadítsuk a testet, na erre is jó a böjtkúra. Aztán kardiovaszkuláris és neurológiai kórképeknél, tehát például a magas vérnyomásnál, az érelmeszesedésnél,
szívkoszorúér elmeszesedésnél, aztán vannak ugye a vénás tágulatból származó problémák, aztán az úgynevezett Bürgerkór, ez az úgynevezett angioneuropátiához tartozik, aztán a megnövekedett vérviszkozitással járó bajoknál, tehát például a stroke-nál és más neurológiai, pszichológiai kórképeknél, hát nyilván ezeknél orvosi felügyelettel kell ezeket csinálni, meg olyan orvosnak, aki érti, hogy mire való és hogy mennyit szabad. Hát vannak ellenjavallatok is, tehát nem lehet mindenkinél mindent megcsinálni. Aztán különböző neurológiai, pszichológiai kórképeknél, TIA-nál, tehát ez az átmeneti isémiás ataknál, agyvérzésnél akár profilaxisra, ugye, amire nagyon kell vigyázni. Az én legnagyobb fiam az orvos, házi orvos. És amikor volt egy olyan beteg, hogy na, úgy gondoltam, hogy most ez egy nagyszerű alkalom, hogy akkor együttműködjünk, gondolta az apa. És elküldtem hozzá, hogy vegye át a kártyáját. Na, nem volt egyszerű, mert egyébként is sok betege van, és nem nagyon akarta, de aztán valahogy rábeszéltem. És ő hozzá járt konzervatív kezelésre, hozzám járt alternatív kezelésekre a beteg. És akkor üzentem neki, hogy figyeljen, most a vérhigítót azt mindenképpen csökkentse le, mert elkezdett böjtölni a páciens, és ennél fogva biztos, hogy a vérhigító igénye csökkenni fog. Nem hitt el, sajnos. Úgyhogy mindenféle bevérzései lettek, szerencsére nagyobb baj nem történt, de ez egy nagy tanulság volt számomra, hogy az, hogy a gyerekem, meg család, meg minden, az nem azt jelenti, hogy működik az ilyen szakmai együttműködés, mert ő neki ugyanúgy ki kéne képeznie magát ebben a dologban, hogy értse, hogy mi mire való, ahhoz, hogy tudja asszisztálni a konzervatív oldalról mondjuk a beteget házi orvosként. Tehát nagyon nagy fontossága van, hogy a vérhígítókat, azokat hozzá kell igazítani a bőtkúrához. Tehát ha valaki ugyanolyan dózisban szedi a erős vérhígító gyógyszereket a bőtkúra alatt, akkor abból bizony lehet vérzés. Ezeket igazítani kell. Aztán a migrén és különböző fejfájások, alvászavarok, depressziók, kimerültségek, ezek is ide tartoznak. Aztán vannak pulmonológiai kórképek, ide tartoznik a krónikus bronhitis, aztán a krónikus szénanátha, a laringitis, a gégegyulladás, szinuszitiszek, asztmák, és hát ide tartozna igazából az a betegség is, amire azt mondják, hogy COVID-19, de ez egy csomó kérdőjelet fölvet előtte bennem, mert egyáltalán mi az a COVID-19? Ugye, mert most mindenre azt mondják, hogy covidos a beteg. Az nem covidos, akinek a tesztje pozitív, az a covidos, akinek súlyos légúti gyulladásos, tüdőgyulladásos tünetei vannak. Ez a covidos beteg, a többi az egy valamilyen tesztben mutat pozitivitást, de az nem beteg ember föltétlenül. Tehát az, aki súlyosan beteg, annak biztos, hogy jót tenne, de ugye ez egy intenzív ellátást igénylő betegnél már nem úgy alkalmazható ez a kúra, ez megelőzésként inkább. Amikor valaki tényleg intenzív ellátást igényel, akkor nem föltétlenül a bőtkúra az első, amit alkalmazni kell, bár lehet, hogy éppen nem tud enni. Minden esetre az ő gyógyulásához is biztos, hogy jót tesz. Tehát egy fulladó, nehezen légző, asztmatikus, súlyos tüdő vagy hőrkurúttal rendelkező betegnek, aki önjáró, fölnjáró és kommunikatív, tehát nem eszméletvesztett, annak biztos, hogy a bőtkúra az egyik legfontosabb dolog, tehát ne egyen, hanem igyon.
mert akkor az csökkenti az ödémákat, és javítja az általános állapotát. Aztán urogenitális kórképek, tehát a vese és hólyaggyulladásai, a kövesség, prostatitis, tehát a prostata gyulladása, nőgyógyászati gyulladások, folyások, impotencia, fertilitási zavarok, ezeknél is jó a bőtkúráztatás. Anyagcserebetegségek, tehát a különböző elhízások, húgysav növekedés, cukorbetegség, vérzsírbetegség, de ezekről beszéltünk az elején, ugye ez volt már? Akkor kétszer tettem be véletlenül. Jó, akkor megyünk tovább. Vannak ellenjavallatok is. A beteg nem teljes meggyőződéssel teszi a bőtkúrát. Ez egy ellenjavallat. Tehát, hogyha fél tőle, ha azt hiszi, hogy ez valamit árt neki, akkor inkább ne is fogjon hozzá, vagy csináljon rövidet. Az is egy taktika, hogy az ember csinál először egy pár naposat, amikor egy kicsit megszokja az egész eseményt, és utána pedig csinál egy hosszabbat. Hoppá, bocsánat. Na, hát aztán nyilván, aki nagyon le van soványodva, annak se szabad, aki tartós steroidterápiában részesül, vagy TBC-s, súlyos daganatos betegségben szenved, terhesség, szoptatás, pajzsmirigytú működés esetén ezeknél nem szabad bőtkúrázni. Hipovolémiás állapotokban, tehát amikor nincs elég folyadék a szervezetében, veseelégtelenségnél, pszichiátriai megbetegedéseknél, depressziónál, skizofréniánál, paranoiánál, debilitásnál. Hát aztán, tehát ezek ilyen abszolút kontraindikációk, tehát ilyeneknél szóba se jön. A relatív az azt jelenti, hogy mérlegelni lehet, pubertáskor előtt, az én legnagyobb fiam az például ez a házi orvos, az 10 éves korában bőtkúrázott velünk Balatonlevén 10 napig, és viszonylag jól csinálta. Csak anyával együtt. Időskorban ugye mérlegelni kell a súlyos szövődményes megbetegedéseket már. Aztán a diuretikumokat, digitális antikoagulánsokat, fájdalomcsillapítókat, antidiabetikumokat, hormonokat, ezeket ugye vagy adni, vagy nem adni, tehát ezeket mérlegelni kell szintén közben. Igen. Szóval, böjtöljön mindenki, erről már beszéltünk. Ne féljünk, nincs baj. Akkor sincs baj, ha böjtölünk, de úgy egyébként sincs baj. Tehát nem kell kétségbe esni ettől az egész helyzettől, ami most van. Szervezetünket készítsük fel a legjobb ellenálló képességre, és nem kell félni semmitől. Ébredni kell, tanuljuk meg nemet mondani, ami a mi életünket gátolja, károsítja, ott álljunk meg, és mondjuk azt, hogy nem. Eddig megyek, és tovább nem. Még akkor se, akkor is mondjunk nemet, ha kényszerítenek. Most sajnos azt az időt éljük, hogy nehéz fölismerni, hogy mi az, ami már nem jó szándékú kényszerítés. Sajnos sokszor ezen túllépnek. Szedjük rendbe a testünket, tanuljunk öngyógyítást. Szinte minden betegséget időben kezelve meg lehet gyógyítani természetes módszerekkel. Ha az ember ezt tanulja, akkor szépen biztonságban érezheti magát. Azok elég nagy bajban vannak, akik most kell bevonuljanak valamilyen kórházi kezelésre. Kisebb-nagyobb bajokkal be kell menjenek valamilyen osztályra. Hát nem nagyon lehet. Tehát ezek nem nagyon működnek manapság. Úgyhogy az a jó irány, hogyha az ember minél többet megtanul saját maga helyrehozni és kezelni. Hát így körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Van még egy pár percem, hogy esetleg, ha vannak kérdések, akkor tudunk beszélgetni. Igen? Na, hát jó a kérdés, igen. Tehát ugye a böjt az egy
ugródeszka. Nem ott ér véget a folyamat, hanem az a beugró. Az ember meg kell tervezze, hogy hogy van a bőjt utáni életmódja. És ez mindenképpen más kell legyen, mint ami előtte volt. Ha ugyanott folytatom, mint előtt, akkor egy-két hónap és garantáltan ugyanoda jutok. Hát lehet ezt is, vannak sokan, akik nem képesek változtatni, hanem megcsinálták a bőjtöt, és akkor utána úgy gondolják, hogy akkor na végre, most már csináltam ugyanazt, amit előtte. Na az ő számukra az a javaslat, hogy akkor megfelelő sűrűséggel kell a bőjtöket csinálni. Tehát két hónap után lehet újra kezdeni egy 6-7-es kúrát, csak akkor ezt be kell vállalni, hogy ennyire van szükség. Vagy egy 3-7-est. Tehát mindenképpen az a helyes, hogyha az ember változtatja az életmódját, és növényi irányba változtatja a táplálkozását, akkor kevesebb probléma fog keletkezni a következő bőjtkuráig. Ha valaki nagyon egészségesen él, bőjtkurára akkor is szükség van. Időnként, de ritkábban. Tehát ez a jó módszer talán. Ugye ilyenkor tavasszal mindig szoktam egy ilyen össznépi bőjtkúrát szervezni. Az idén is megcsináljuk. Igazából Attiláék az oka, mert hogy készültem erre az előadásra, és akkor megjött az ihlet, hogy a kutyafüle azért, hogy most ez a cirkusz van, attól még megcsináljuk ezt a dolgot. Hát vagy úgy csináljuk meg, hogy Zoomon lesznek az előadások, vagy élőben. Ezt majd föl kell derítenem, hogy én képes vagyok-e ilyen rendezvényt összehozni, mint ti. Ha nem, akkor Zoomon lesz az értekezlet, és akkor lehetnek egyéni találkozók. Na minden esetre szerintem reálisan április közepétől mehet a csoportos nagy tavaszi bőjtkúránk. Ez ingyenes szokott lenni, olyan értelemben, hogy ingyenes a bőjtkúra a csoportos konzultáció az előadás előtte. Lesz egy gyakorlati bevezető előadás nyilván, és akkor utána van 3 héten keresztül 3-szori konzultáció csoportosan. Ez az, ami ingyenes, és hogyha valaki még nem járt nálam, szinte törvényszerű, hogy mindenkinek van valami baja, betegsége, akkor kell, hogy egy első orvosi vizsgálatra eljöjjön hozzám, ez az, ami nem ingyenes. De azok, akik már előző években bőjtöltek nálunk, azok ingyenesen ismételhetnek ebben a kúrában, és hát nagyon sokan igénylik ezt most már. Azt látom, hogy minden évben kérdezgetik, hogy hogyan lehet az idén bőjtkúrázni. Szóval ezt a lehetőséget fel tudom ajánlani. Sajnos a könyvünk az most fogyott el a héten, de egy hónapon belül, vagy egy másfél hónapon belül ki fog jönni az új, ez a bőjterápiás könyv, úgyhogy erre Katinka majd előjegyzéseket fölvesz, hogyha valakit esetleg érdekel. Nem küldtem időbe el a nyomdába, és így jártam. Ami egyébként még megkapható, ez a Covid-dal kapcsolatos dolog, a Bagdi professzornak a könyve, illetve a Gődény Nemere könyv. Ez 4500 forint, ez meg 4000. A kettő együtt 6000. Jó számoltam, ugye? Jó. A kettő együtt 6000. Egyikből is van 5-500 kedvezmény itt ezen a rendezvényen, jó? És akkor hallgatom még a kérdéseket, hogy mi volt mi. Igen. Azt szeretném volna kérdeni, a teljes növényi táplálkozást, azt végig lehet vinni egy életen keresztül, mert a ragadozók azok ijesztgetik a növényi táplálkozókat, vagy ez még most hogy van? Teljesen nyugodtan végig lehet vinni. Ragadozók azok egyenek csak húst, aztán mindenki csinálja a maga dolgát. A növényi étrend az egy általános, tehát az ember az képes növényt is enni, meg állati terméket is enni. Mindennek megvan a maga következménye. A növényi étrendnek általában inkább jó következményei vannak. Az állati termékek evésének meg inkább rossz következményei vannak. De nem lehet azért így fekete-fehéren kijelenteni, hogy
ez a rossz, az meg a jó. Nyilván sok mindentől függ, például a testmozgásnak a mennyiségétől, a tudatosan összeállított étrendtől, tehát a húsevéssel együtt is lehet azért valamilyen szinten egy kiegyensúlyozottabb táplálkozás, de én az orvosi praxisom tapasztalataiból azt látom, hogy a legkevesebb problémával, a legnagyobb gyógyulási képességgel azok rendelkeznek, akik növényi étrenden élnek. És ezt nyugodtan lehet egész életen keresztül, semmilyen hiánya nem lesz. Na, vitaminokat, ásványokat nem csak a növényevőknek érdemes pótolni, hanem azt mindenkinek. Sőt, azt mondhatom, hogy a szokvány magyar étrend mellett még inkább, mert az aztán végképp hiányos általában ezekben. Tehát az, hogy vitamin és ásványok kiegészítésre szükségünk van-e, ennek sok oldala van. Többek között a mezőgazdaság, hogy olyan amilyen, hogy utóbbi 20 évben 20%-ára lecsökkent bizonyos tartalmi anyagoknak a mennyisége az élelmiszereinkben. Ezek ugye, ezekkel nem tudunk mit kezdeni sokszor, és emiatt szükség lehet koncentrált pótlóanyagokra, mint vitaminokra és ásványanyagokra, vagy esetleg más dolgokra, enzimekre. Valaki ott arra? Igen? Hát egy pár órát, tehát igen, tehát hogyha egész éjszakát, olyan kemények magvakat, azokat be lehet áztatni egy éjszakára kásának, de mondjuk több napig az biztos, hogy akkor már tönkre megy. Tehát szétázik, szétmálik, szétoldódik benne a struktúra. És ugye itt ennek az egésznek az a titka, hogy élő anyagokat együnk. Az élő anyag az azt jelenti, hogy annak van struktúrája, tehát van biokémiai struktúrája. Tehát a benne lévő fehérjék, a benne lévő zsírok, a benne lévő szénhidrátok, azoknak van szerkezete. Így vagy úgy áll a térben. És azt, ha az ember megrágja, picit meghőkezeli, ez megmarad, vagy egy nagy része megmarad, és az építi a testünknek az információ állományát. Akkor, amikor valaki tartósította teszik, túlzottan manipulálta, tehát agyon főzik és sütik, és nem tudom, mit csinálnak vele, meg előkészítik, meg megcsúcsálják, megrágják előre, akkor az az anyag már elveszíti ezt a struktúra jellegét, és nem lesz élő. És ez a titka igazából mindennek, ami az élelmiszereinkkel kapcsolatos, hogy próbáljunk meg élő anyagokat enni, minél közelebb az élethez. Ezért mondja az ajurvéda ugye, hogy nem jó 3 óránál hosszabb ideje főzött ételeket enni. Mert az is egy idő után tönkre. Az előbb, ahogy mondtam, a rizst, hogy a rizst megfőzzük, akkor az érzi az ember, hogy az energiát ad, meg az jó, meg az könnyen megemészti. De amikor áll, meghűl, beteszi a hűtőbe, kiveszi, akkor meg teljesen más. Az íze is más, meg az egész viszonyulásom hozzá nem is olyan szívesen eszem meg, igaz? Szóval, hogy ez ilyen. Igen? Ki volt? Igen? Igen, tehát most ez az előadás, ez nem arról szólt, hogy már most tudnak majd böjtölni ennek alapján. Ez úgy szoktuk, hogy akkor mindig a böjtkúra elején van egy gyakorlati előadás, hogy mit kell és hogyan kell csinálni. Az egyik legfontosabb dolog, hogy mozogni kell a böjt alatt. Ugye beszéltem arról, hogy van egy ilyen fehérjefázis, amikor is elkezd a szervezet lebontani minden fehérjét, ami mozdítható. Na most, hogyha mozgunk, ha az izmainkat erősítjük, akkor az nem mozdítható fehérje. Ha nem mozgunk, passzív, akkor ugye tudjuk, hogy ha begipszelik a lábunkat, akkor 2 hét alatt totál leépül az egész láb. Tehát az a lényeg, hogy mozogni kell a böjt alatt, nagyon fontos, de egyébként ezt érzi is az ember közben, és a teljesítő képessége is nem csökken, hanem növekszik. Tehát nagyobb a teljesítmény. Ugye a Lüssner professzor, akiről beszéltem az elején, ő futtatott egy csapat sportolót Hamburgból Berlinbe. 600 vagy 800 kilométer, valami ilyesmi. Azt hiszem 11-12 nap alatt tették meg, lefogytak rohadtul, de semmi bajuk nem volt.
és mindent mértek, tehát az is egy ilyen nyomonkövetéses nagy study volt, és tehát erre nagyon nagy szükség van, hogy mozogjon az ember, ha nem is annyit, hogy el kell futni Berlinből Hamburgba. De a mozgásprogram az nagyon fontos. Igen? Mit? Ja. Hát ugye a böjt az arról szól, hogy csökkentjük mindig az éhségünket ivással. Úgyhogy ha egy kicsit éhes vagyok, akkor iszok. Aztán megint éhes leszek, mert az sokáig nem tart. Akkor megint iszok. És akkor újra és újra is iszok, és így működik a böjt. És közben megyek mindig pisilni, mert a kettő dolog az együtt jár. Csészétől csészéig a böjtölő. Úgyhogy, igen? Igen. Hogyha nem böjtölök és éhes vagyok, de nem kéne ennem, mert tudom, hogy most ez nem a ritmusba tartozik. Hát olyankor is lehet, hogy jó, hogyha az ember iszik és tudatos. Tehát ugye bizonyos túlzott gyakoriság nem jó az emésztőrendszerünknek, mert nem tud felkészülni a következő fázisra, a következő emésztési fázisra, hanem jó egy kis szünetet tartani az evések között. Egyáltalán jó, ha nem túl sokszor eszünk egy nap, meg nem túl sokat nassolunk, és ha nassolunk, akkor olyannal nassoljunk, ami egészséges. Tehát ugye szoktam mondani ezt a zellerszár, sárgarépa, uborka, stb. Fölcsíkozva, és akkor valami kis krémet, vagy valami kis megpárolt dolgot, amiben belemártom, vagy turmixolt dologot, és ízletessé teszem, és akkor ha ezzel nassolok, azzal nem csinálok semmi bajt. Ha kukoricot chipszel, vagy valami kutyafülével, ami így ötszörösen meg van sütve, meg telített zsírokkal van tele, az biztos, hogy nem jó. Igen? Hát ugye az akkor kontraindikációk voltak, amiről beszéltem, tehát aki nagyon le van fogyva, amikor, vagy időben, vagy hogyan? Időben. Ja, igen. Hát vannak ideálisabb időszakok, meg vannak kevésbé ideálisak, de a böjtöt igazából mindig lehet csinálni. Nyilván télen az ember fázékonyabb, hogyha böjtöl. Nyáron egy kicsit másfajta folyadékokat használok. Nyilván, hogyha nincs akkora kedvem a böjtöléshez, akkor nem olyan hosszút csinálok. Szóval, hogy ezeket az ember mérlegeli, egy a lényeg, el kell valahol kezdeni, meg kell szerezni az első tapasztalatokat, és akkor utána tud az ember mérlegelni, hogy most talán nem 21 naposat csinálok, hanem csak 14 naposat, majd mit tudom én, 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva csinálok egy másikat. Tehát addig nem tudok ebbe a dologba kellő realitással dönteni, amíg nem tudom, hogy miről van szó. Tehát elkezdi az ember, csinálgatja, és akkor ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy fönntartani az eredményt. És mostanában nagyon sokaknak javaslom azt, hogy megcsinált egy jó böjtkúrát, akkor csináljon hetente legalább egy napot, amikor böjtöl. Hetente legalább egy napot. És akkor mindig van egy, hogy mondjam, egy előhívása a jó eredményeknek, a kontrollra való odafigyelés nagyobb mértékben. A súlyt tudom akkor jobban kontrollálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy semmiképp ne veszítsük el a fonalat. Tehát becsüljük meg azt, hogy elértünk valamit. Leadtunk 10 kilót, nagyszerű, de hogyha 2 hét múlva már 3-mal megint több vagyok, akkor valahol elveszítettem a fonalat. Tehát nagyon fontos ezeket rövid pórázon követni. Jó van, az idő letelt, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor kívánok jó tanulást tovább, és böjtkúrában szerezzetek tapasztalatokat. Köszönöm szépen.